mellé, még megkapja az 570 forint határa lesz. A roma pályakezdők elhelyezkedését segítő programon dolgozik a Tolna megyei rendőrfőkapitányság, a Tolna megyei cigány nemzetiségi önkormányzattal együttműködve. Ennek keretében tartottak tájékoztatót Szekszárdon, ahol a 10 hónapos rendőrjárőr és a határvadász képzés volt a téma. Pongó Ignác képviselő elmondta, hogy minden lehetőséget meg fognak ragadni annak érdekében, hogy minél több fiatalt be tudjanak vonni. Vonzó lehet a pálya. Azt mondom, hogy azért egy olyan szervezethez tartozni, ami Magyarország védelmét látja el, már az is vonzóvá teheti, de az anyagi háttere ennek a dolognak is vonzóvá teheti. A programhoz az Országos Roma Önkormányzat is csatlakozott, egy 40 fős csoportot is létrehoztak, melynek tagjai országszerte a pályatanácsadás és az adománygyűjtés mellett már a határvadászatot is népszerűsítik. Kitörési lehetőség az ő számukra, ugyanis ez a rendőrség, rendőrnek lenni, ez egy nagyon szép hivatás, ez egy biztos munkahely, itt jöhet bármiféle vírus, egy gazdasági világválság, rendőrökre igenis mindig szükség van, úgyhogy én csak jókat tudok mondani, a rendőrség nagyon sok pénzt beleáldoz a fiatalokba. Ahhoz, hogy valaki részt vegyen a határvadász képzésen, rendelkeznie kell általános iskolai bizonyítvánnyal, magyar állampolgársággal és büntetlen előélettel. Továbbá egy fizikai, pszichikai, illetve egy egészségügyi alkalmassági vizsgán kell megfelelnie. Majd egy 160 órás képzés veszi kezdetét, ez idő alatt pedig már bruttó 300 000 forintos fizetést kapnak a résztvevők.